Tehát anyukám azt mondta nemrégen, hogy nagyon nehéz engem szeretni, de közben nem lehet nem. Ó, de jó mondat ez. Igen, mond ilyeneket néha egyébként, elképesztő aljas. De az, hogy nehéz téged szeretni, az mire vonatkozhat? Tényleg elmegyünk egy ilyen pszichológusi rendelőre, jól megülünk. Na szóval, kaptál 20 fogalmat, ott van előtted. Valamennyi a te életednek egy aspektusára, szereplőjére, korábbi idézetére utal. Ugye a műsor lényege mégiscsak az, hogy te fogod kiválasztani, hogy miről beszélgessünk. Reményeim szerint olyan talányos fogalmak nyomán, aminek Isten igazából te magad sem tudod, hogy mire utalnak. Csak a néző kedvéért felolvasnám, és a hallgató kedvéért felolvasnám, hogy melyik 20 kifejezésből választhatsz. Szédülés, feszültséglevezetés, útelágozás, darázs, kitérő, mikor jön már, polcon, babramunka, nyelek egyet, előkép, újratervezés, ne fogd vissza magad, csigaház, hangadó, megpróbáltam, várat magára, a nagymű, hátizsák, fedezékből, csúcsról a mélybe. Már ez a sorrend is értő. Várat magára, a nagymű. Ne haragudj, legalább keveredtél volna. Pedig mi is benne semmi célzatosság. No, válassz egyet. Jaj, most rögtön választani azonnal kell. Azonnal. Amelyik neked tetszik. Figyelj, például itt van ez a darázs, nem tudom, mit jelent. Ezt inkább csak azért. A darázs az arra vonatkozik, hogy te szerintem szúrsz néha, nem? Tehát van egy vitriolos stílusod. És azon gondolkodtam, hogy a pikirtséget, ha ez van, és valós, akkor szerinted az idő előre haladtával ez erősödik, vagy pont, hogy csökken, és egyre ártalmatlanabb leszel ilyen tekintetben? Hát remélem, hogy valójában nem szúrok, vagy legalábbis nem úgy, hogy fájjon. Van egyfajta vitriol stílusom, nem hiszem, hogy ez egyébként az időromulásával sokat fog oldódni, hanem inkább azt gondolom, hogy... Csak erősödik? Hát szerintem csak erősödik, ilyen szórakoztatom saját magam, ezzel nyilván próbálom a környezetemet is egy picit feldobni. Ezt azért csinálod magadat szórakoztatni? Persze, persze, persze. És az se baj, hogy időnként mondjuk mélyre megy? Ha mélyre megy, nem tudom. Nem. Nem? Hát nekem nem. De azt észreveszed, ha mélyre megy? Én most már azért elég idős vagyok szerintem ahhoz, hogy az én társaságom jelentős része nagyjából ismer engem, meg hogy kezelem a másik embert, a humort, milyen közésformákban mozgok nagyjából otthonosan, vagy mi az én stílusom. Most akinek mélyre megy, az nem az én baráti köröm, én bántó szendéka, nem tudom, hogy valaha intéztem megszólalás, de biztosan, de szerintem nagyon ritkán, és mondjuk közönség előtt megtán soha. De volt olyan, hogy valakit megsértettél? De volt olyan egyébként, mikor kimondtam, hogy soha már lehettem, hogy hazudtam, volt olyan, hogy valakit megsértettem. Bocsánatot tudsz kérni? Bocsánatot tudok kérni, de nem minden esetben szoktam. Miért nem? Mert van úgy, hogy nem érzem jogosnak a megsértődést. Tehát, hogyha például ebben az esetben, amikor egy színpadon álltam, és valaki beszólogatott, amihez a közönségnek joga van, én kedvelem is, hogyha beszólogatnak, és általában jól is reflektálok, hogyha valaki egyel tahóbb, mint ami mondjuk nekem jól esik, akkor nem azt mondom, hogy én is egyel tahóbb vagyok, mert nem gondolom, hogy a kitaposott ösvényen kell tovább menni, mert valaki már elépett, de nem feltétlenül érzem magam bűnösnek, hogyha frappánsabban tudok visszaszólni, és az neki nem esik jól. De ez ritka tényleg, tehát nyilván nem az a dolgom, hogy übereljem, vagy megalázom a közönség tagjait, hanem az, hogy megnevettessem őket. De aki ilyen könnyű kézzel bánik ezekkel a vitriolos poénokkal, az ugyanilyen nagy vonalúsággal tudja kezelni, mint azt, hogyha ő kapja? Hát lehet, hogy mindenképpen persze, tehát nekem szerintem szinte bármit lehet mondani, próbál és tehetsz, hogy kérdezni, itt nem jellemző, hogy megsértődöm. A sértő szendéktől meg tudok sértődni, de olyan embereket meg őszintén szóval megpróbálom a lehető legtávolabb tolni magamtól, akiktől ezt a típusú ilyen kútmérgező magatartást érzem, mert szerintem az ártalmas. De az, aki beszólogat, ez szerintem vastagon lehet szinte bármit. Bárki beszólhat neked mondjuk kommenten is, vagy komment formájában, előadás során is? Be, hogyha annak az a célja, hogy ő valami humort akar, ritkán sértődöm meg, van, aki nem találja el, van, aki nem úgy csinálna ezt, ahogy én, van, aki nem olyan szókészlettel vagy stílusban dolgozik, ahogy mondjuk ezt én csinálnám, de én azért nem, erre nincs időm, hogy most ezen itt ne kelljek népet nevelni. Azt gondolom, hogyha valaki nyilván tényleg rossz szándékú, tehát nyilván volt olyan megnyilvánulásom, ami aztán hozott magával olyan típusú kommenteket, hogy meghaladnék az egész családommal, azokat általában nem szeretem például annyira már, mert nem. Azt mondtad egy interjúban, és lehet, hogy ezzel rokonítható,
hogy sokan összeférhetetlennek is gondolhatnak. Ez erre vonatkozhatott? Az a baj, nagyon rossz íze van ennek a szónak, hogy összeférhetetlen. Szerintem én nem vagyok összeférhetetlen. Egész egyszerűen nem passzolok azokba a rendszerekbe, amikben egyébként képes vagyok működni. Hosszú távon általában ezekből a rendszerekben kiválok. Ennek két oka tud lenni. Az egyik az, hogyha nagyon szűk ketrecben érzem magam, tehát azt érzem, hogy túl sok a szabály, túl sok a feltétel, esetleg velem nem kompatibilisek ezek a szabályok vagy feltételek. A másik eset, amikor kiszoktam válni, amikor azt érzem, hogy nincs perspektíva az adott helyzetben, helyszínen, munkahelyen, közösségben. De milyen szabályoknak kell életbe lépnie, hogy Kormos Anett azt mondja, hogy ez nem kompatibilis vele? Most már azt kell mondanom, hogy semmilyen szabály nem tűrök jól. Nem azért, mert annyira csodálatosan tehetségesnek és hibátlannak tartom magam vagy a munkámat, hanem azért, mert ezekben a tehát azokban az alkotói folyamatokban, amikben az elmúlt évek során végigmentem, ez lehet mondjuk egy stand-up előadásnak a színpadra helyezése, vagy lehet egy forgatókönyvnek a megírása. Azt hiszem, hogy nagyjából megtanultam azokat a szabályokat, amiknek a segítségével, vagy amiknek a felhasználásával létre lehet hozni valamit, mivel én mondjuk a magam módján talán elégedett lehetnék. És most ezt a területet szeretném kipróbálni, amikor az én szabályom szerint készül el valami. Sokkal jobb? Tehát jobban is érzed magad, és a produktumon is látszik, hogy nincsenek ilyesfajta békjók és korlátok? Nincs ilyen tapasztalatom, mert mindig volt egy pórez. Hol hosszabb, hol rövidebb, hol több, hol kevesebb, de mindig volt a nyakamon valamiféle pórez, amit én olyan irányból rángattak. Ők rángattak, vagy te? Ők rángattak, aztán visszarángattam, igen, nem szakadt, tehát nagyjából ez volt az irány. Nem tudom, hogy hogyan kell, mindig tehát néztem a műsorodat, ugye kérdezted is most, miért kint beszélgettünk, meg viszonylag sok beszélgetős műsort nézek, és azt látom, hogy az emberek olyan kiforrottak az én koromra, így tudják, hogy mi merre. Én valahogy úgy érzem, hogy minél jobban idősödöm, annál kevésbé tudom, hogy mit, hogyan kell. Ezt nem kérdezted ugyanezt, most nem tudom, miért mondtam, csak így hozzá. De ez szerinted miből fakadhat? Ez bölcsesség valamilyen szinten? Hogy van az a mondás, hogy óvakodj azoktól az emberektől, akik már megtalálták az igazságot. Te ez a típus vagy? Tehát, hogy mindennek az ellenkezőjét is képes vagy megfontolni, mérlegelni és megnézni? Kezdett kialakulni körém talán, de nem is biztos, hogy ezt jól ítélem meg, de azt gondolom egyfajta ilyen, van egy ilyen jelzőtök, ez a megmondó emberség. Én nem szeretném ezt magamra húzni, nem szeretnék megmondó ember lenni, mert akik állandóan megmondanak, ott felvetődik a kérdés, hogy de ezek mikor gondolkodnak, hogyha egyfolytában jön belőlük ki a vélemény, éveitása, a pálcát törünk, azt megítélünk, és most azt látom, hogy azért mégiscsak van egy ilyen irány, hogy az ember rákényszerül, az elvárják, a mondd meg, én nem akarom mindig megmondani. Egyrészt az internet most már mindig megmondja százszor előbb, százféle aspektusból, százféle irányból azt, amit esetleg én is megmondanék. És sokféle tévedésemmel is szembesültem. Tehát volt, amikor megmondtam korábban, és most azt gondolom, már nem mondanám meg, vagy nem így mondanám meg. Melyik esetben gyakorolsz most már ilyen értelemben önkritikát? Szinte minden esetben. Tehát, hogyha látod a posztjaimat, akkor látod, hogy valójában ebben a... Tehát nem a legoptimistább hangulatomban kaptál el, mondjuk, mert viszonylag keveset posztolok, mert nem látom különösebben értelmét. Tudom, hogy kell megírni egy posztot, hogy nagyon sok lájkot kapjon. Tudom, hogy kell megírni egy cikket, hogy rengetegen szeressék és elolvassák. Talán még azt is tudom, hogy kell úgy színpadra állni, hogy az ne legyen kínos. Még talán azt is tudom, hogy kell megírni egy forgatókönyvet úgy, hogy azt nézzék még akkor is, hogyha tényleg csak egy apró láncem az ember egy ilyen munkának. És... Tehát, hogy érted, mit mondok? Tehát, hogy az összes rendszer, amiben eddig részt vettem, ez lehet a VMN, vagy lehet a Duma Színház, vagy lehet mondjuk bármelyik produkciós cég, amiben íróként élmondtam, az valahogy idő után nem tartogatott számra több perspektívát, hogy hova tovább. Nem azért, mert elértem a csúcsot, hanem azért, mert ezekben a rendszerekben, ezekben a rendszerekben kivettem azt, amit lehet szakmailag, anyagilag, nem tudom, motivációban. De mi az, ami téged mondjuk lendületbe hoz? Tehát amire úgy megrázod magad, és azt mondod, hogy na, ehhez kedvem van, ezt nagyon szívesen csinálom. Jelen lelki állapotomban semmi. Tehát valószínűleg elszívnék veled még két doboz cigit itt a teraszon kb. És ezzel beizárnám a napi motivációknak a listáját, vagy nem tudom. Ilyen spleen van rajtad? Milyen rezignáltság? Egy picit azt... Igen, egy picit azt érzem, hogy
hogy meg kell találni azokat az utakat, amiknek nem az a vége, hogy zsákutca, mert egy picit azt érzem, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat mentem fölfelé hegynek, és a végén kiderült, hogy nem lesz kilátás, vagy nem tudom, értetted, hogy én az a típus vagyok, aki, ha már a hegymászós példánál maradunk, aki ha egyszer megmásztam a Monteverestet, nem mászol még egyszer, mert minek? Hiszen egyszer már megmásztam. Tehát én nem mennék fel háromszor a Monteverestre, hiszen a kilátás valószínűleg ugyanaz, a távolság ugyanaz. Nem, ez nem egy két óra átlag, tehát fáj, meg hideg van, tehát én valószínűleg csak egyszer csinálnám meg, ha ez a dolog érdekelne, és aztán többet nem. De ilyen értelemben te most sem perspektívát, sem igazi nagy motivációt nem látsz a közeljövőre vonatkoztatva? Én valamikről azt gondolom, hogy viszonylagosan értek hozzájuk, meg tudom csinálni, képes vagyok rá. De hogy hogyan lehet ezt olyan módon közönség elé tenni, hogy ez a lehető legkevesebbet változza. Azt még nem pontosan tudom. Tehát ennek az útját kellene kifürkészni ahhoz, hogy motivált legyek abban, hogy például írjak valamit. Most megint biztos nem túl jó a párhuzam, de mondjuk mit tudom én, ha érted, ha mondjuk mit tudom én, szülök egy gyereket, és utána kikapják a kezemből, kap egy piercinget a fülébe, kettőt a heréjébe, meg az egyik szemét kitolják, és azt mondják, hogy szüljél még egyet, akkor azért meggondolod, hogy akarod-e. Ha jól értem, sok olyan produktumot indítottál el, vagy voltál ott a genézisénél, aminek a végtermékét látva, tehát az egésznek a végeredményét már nem voltál közel annyira megelégedve, mint ahogy te például a munkád során gondoltad volna, hogy az lesz. Ha jól olvasok itt a sorok között. Nem biztos, hogy ez a jó szó. Egész azt kell tudni, hogy részt egy olyan típusú produkció, amiben az ember tényleg csak egy apró kis láncszem. Ez a forgatókönyvírás. Ez például a forgatókönyvírás, az átmegy egy olyan transformáción, ez a jó szó talán, amire kijön a végtermék, amire nekem már nincsen ráhatásom, rálátásom, nem tudok nagyon közbeavatkozni, nem tudom befolyásolni. Sok ilyen volt, hogy azt mondtad, ez látva a végeredményt, ilyen... hogy te jó Isten, hát nem erről volt szó. Sokkal jobban megírtam. Rosszul mondjátok el, erről van szó? Ennél sokkal többről. Egyrészt nem kerül ilyen kapcsolatba az író általában már azokkal, akik a végterméket képernyőre helyezik, hanem magadba, tényleg úgy van, hogy... nézed? Sokszor volt ilyen gondolat? Általában nem nézem, mert teljes, tehát akkor nem feltétlenül, ez nem mindig romlás, érted? Csak ami például a fejedben megjelenik, lehet, hogy te azt gondolod, hogy csodálatos, nem tudom, Monalizát tudnám most ceruzával rajzolni, és lehet, hogy sok gyakorlással meg is rajzolod, de valahogy mire kikerül a múzeumba, addigra nem tudom, Donát kacsa lesz belőle. Ami nem baj, hiszen az is egy műfaj, és szeretjük Donát kacsát is, csak nem azt rajzoltad. És ez egy másik megvérítésbe, egy közönséget mégiscsak azért a neved virított alatta, ami még egyszer mondom, hogy nem feltétlen probléma, csak én szívesen szeretnék most már egy picit jobban, hogy mondjam, kontroll gyakorolni a fölött, amit létrehozok, hogy valami nagyon, vagy ahhoz legalábbis, vagy az én gondolatiságom, hogy megegyező végeredmény legyen a... Te látod is már ennek a kifejezés formának a mikéntjét, vagy egyáltalán, hogy mi az, ami kibontakozást nyerhet a te fejedből, és az elégedettséget tölt majd el? Vagy még teljes sötétség van? Tehát a teljes kiúttalanság ez idő szerint ebben a pillanatodban találkozó. Vannak ötleteim, és vannak terveim. Lehet, hogy ezek megint olyan utcák, amikbe elindulok, és kiderül, hogy vaksötét a vége, akkor nyilván onnan is visszafordulok. Most egy picit fáradt vagyok, szakmailag, szellemileg, vagy kreativitásban, vagy nem tudom, de azt gondolom, hogy látok bizonyos utakat, amiken el fogok indulni, és aztán meglátjuk, hogy meddig jutok. Na, majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok, mi a következő téma. Jaj, választanom kell megint. Nem akarsz, te válasz, te kérlek. Válasz, tehát én tudom, mi a pont tudja, a te tudod, hogy hát mi. Én tudom, hogy mi micsoda. Ne fogd vissza magad. A ne fogd vissza magad, az a káromkodásról szól, mert hogy te szeretsz káromkodni. Te arra rájöttél, hogy az mi múlik, hogy valaki szeret káromkodni, különösképpen nőként. És van, aki például egy a kutya rúgja meg egy sem használja hétköznapi érintkezésben, mert te hétköznapok során is káromkodsz, ugye? Nem csak színpadon. Ott rombán. Tehát annál is durvábban, mint amit látok. Durvábban. Igen? Durvábban. A dugóknál teljesen elveszítem a béketűrést, és nem is ismernénk rád? Vállalhatatlan? Szinte. De rám ismernétek, mert színpadon is ordinári vagyok, de amit a kocsiban csinálnak, az hogy mondjam, az minden méltóságot nélkül. De szerinted miből fakadhat? Hogy vállalhatatlan viselkedem, vagy hogy otthonban. Hát, hogy otthonban beszélsz. Viszont akkor én elkezdtem csúnyán beszélni, aminek talán az egyik oka, hogy
persze ezt nem akarom így rájuk fogni, de nem ez az oka, de mit tudom én, apám autószerelő, a bátyám autószerelő, a bátyám egy autószerelő műhelyben sokat segítkedett, akkor megjött, hozta azt a szókészletet is nyilván, tehát nem ők neveltek erre rám, hanem biztos volt már egy eredendő hajlandóság, és én szerettem cifrázni. Egy ideig próbáltam ezt elnyomni, pláne amikor az emberek gyerekei lesznek, akkor tényleg átgondoltam ezt, és azt gondolom, nem lehet csúnyán beszélni két, meg egy gyerekkel se, hát az hogy néz már ki, de hamar elengedtem, tehát az első kifolyik a távszalacom üvegből, és így befolyik a hűtő alá, és ott aztán 4 percig összetett mondatokba. 4 percig összetett biztos mondatokba? És a gyerekek biztos ezt hallják nap, mint nap akkor? Ezt hallják nap, mint nap. És ők csúnyán beszélnek? Egyik ők sem. Hogy? Hát ezt hogy sikerült elérni? Szerintem én vagyok az elrettentő példa. De nem, egyébként én tényleg mondtam neki, hogy igazából azt hiszem, hogy ez nem szép, és nem azért, mert egy nőnek nem szép, egy férfinak se szép. Lehet csúnyán beszélni szerintem, és ha kell, és az ember feszült, akkor inkább egy csúnyát mondjon 8 percig, vagy kevesebb ideig, ameddig akar, de szerintem a stressz nem jó, annak valahogyan ki kell szabadulni. Hát nem, így szabadul ki, most nyilván kiszabadultam úgyis, hogy verem őket, ez is felmerül néha, mint vágy, de ezt mondjuk elnyomom. De a káromkodás az nem. De vannak sokkal durvább gyarróságaim is valószínűleg ennél, tehát most pont emiatt. Ezt így után elengedtem, és azt gondoltam, hogy jó, hát ez van. Te úgy vagy ezzel, hogy aki szeret, az így szeret, aki nem szeret, akkor nem szeret emiatt. Tehát különösebben ez nem lesz a fejedben megfontolás tárgya, hogy milyen hatást, szimpátiát váltasz ki valakiből emiatt. Nem akarok már tenni azért őszintén szóba, hogy valaki szeressen. Ez egy ponthoz köthető, hogy ezt elengedted, vagy ez egy folyamatnak a megérkezése? Lehet, hogy ez régóta így van, hogy nem, erre nem. Valószínűleg mindig voltak olyanok, akik szerettek, és ez nekem elég. Nekem nincs különösebb igényem arra, hogy állandóan valaki jelen legyen és szeressen. Én nagyon jól meg vagyok egyébként egyedül. Nagyon szeretem a csöndet, nagyon szeretem a magányt, de azok az emberek, akik szeretnek, azok meg szerintem kb. Azzal együtt, ami jutott. Hogy látod, most már én alig vagyok bárhol felelhető, meg megpróbálom a legkevesebbet mutogatni magam, de így is még találkozom, amikor szeretettel, ami zavarba hoz, meg meglep, meg nem is értem. Zavarba jössz? Persze. Ha oda mennek hozzád, és ott... Nagyon. Közös képnél te ott egyik lábadról a másikra állsz? Mindent megcsinálok, tehát rajtam semmi nem látszik, de én egy nagyon zárkozott ember vagyok, nem szeretem, hozzám érnek idegenek, nem szeretem, hozzám szólnak. Tudok, bárkivel tudok csevegni, akár úgy is, mintha a legjobb barátok lennénk, úgyhogy csak 2 percet találkoztunk, de nekem erre nincs igényem, tehát képes vagyok szerintem szimpatikus lenni, lehet most ebből az interjúból nem derül ki, de képes vagyok rá egy személyes beszélgetésre, szimpatikus legyek csak. Viszont azt mondod, hogy Isten igazából, ha jól sejtem, ez nem, te nem akarsz megfelelni mindenkinek, de van olyan, akinek nagyon meg akarsz? Persze, van olyan, akinek a nagyon meg akarok, aztán nem igaz, de nagyon szeretném, hogyha a gyerekeimmel egyfajta tiszt, tehát ilyen tiszta lenne a kapcsolatunk, tehát ott is vállalom a hibáimat, de azt hiszem, hogyha átlépném azt a határt, amikor a gyerekeim szemében azt látom, hogy ez mondjuk már nekik nem fér bele, akkor ott azért elgondolkodnék. Volt de már, hogy az orrodra koppintottak, vagy figyelmeztettek? Hát a dohányzást is nagyon haragszanak. Szólnak nyilván akkor is, ha nagyon elragadottam magam, és csúnyán beszélek, de... És akkor elszégyelled magad? Nem, mondom, hogy most hagyjatok, mert fölrobbanok, tehát hogyha mind a ketten élni akartok, akkor csit. Jó, de 2 nap múlva? 2 nap múlva már káromkodok, tehát már egy következő botrányos helyzetben vagyok. De önkritikát gyakorolsz? Tehát abszolút. Elgondolkodsz rajta, hogy lehet, hogy igazuk volt. Nem, tudom, hogy igazuk volt. Tehát én elmondom, hogy gyerekek, tudom, hogy igazatok van, de ha most én nem káromkodhatom ki magam itt, akkor lehet, hogy felrobbanok, és véres húszafatok terítik be az ülést. Kérlek szépen, ha be akartok jutni az iskolába komoly vérengzés nélkül, akkor csöndbe legyetek, és hagyjátok, hogy ne topzódjon, mert most én hisztis vagyok, és akarok is. Te tényleg ilyen nagyon hisztis vagy? Alapvetően szerintem tényleg nem, tehát elég nagy a stresszűrő képesség a munkabírásom, de ezekben a helyzetekben, amikor tudod, mit tudom, nagyon korán kell kelni, tehát 5:30-kor azért felkelünk, ülök egy 1,5 órát a kocsiba reggel, még bebacsogunk vagyok az iskolába, 1,5 órát vissza, amire visszahozom őket, de általában nyilván az egyik előbb jön ki, mint a másik, de ez csak akkor közli, mikor már odaván szorogtam, mert ez minden szülős probléma, vagy szülős, gyerekes szülő, bocsánat, szülős gyerek ismeri. És hát olyan egyszerűen attól, hogy megy az idő, és tudom, hogy rengeteg dolgom lenne, és másfélre tűnünk a kocsiba, és tudod, tehát mindenkit ott sajnos nálam elszakad a célnak. És milyen minőségedben vagy, milyen formában szeretnél te a gyerekeidnek megfelelni? Tehát anyaként, emberként, példaképként, példaadóként, intellektuális példaadóként, mi az, amire így ennyire azt mondod, hogy szeretnéd, ha ez egy normális viszonyrendszer lenne?
Emberként. Tehát, hogy hiteles légy? Igen, hogy mi, igen, vannak olyan hibáim is, amiket nyilván nem szívesen vállalok, de ha ők rákérdeznek, tehát valamivel lebukok és rákérdeznek, én nem ködösítek. Nincsenek is olyan nagy titkaid a gyerekeid előtt? Nyilvánvalóan vannak dolgok, amikről még nem beszélek velük erőszeretette, ha nem kell. De ha rákérdeznek, tehát ha szóba kerül, akkor nem fogok hazudni. Maximum azt mondom, hogy egy picit beszéljünk erről később, amikor azt gondolom, hogy én már tudok róla, ti meg majd értitek, de nem sunyítok. Ez, na majd beszélünk, van még ilyen téma. Menjünk akkor tovább. Nem akarok minden témát előni, mert kacskaringokkal megyünk itt, de én élvezem. Menjünk tovább, válaszolj másik témát. Légy szíves. Csigaház. Mintha én választottam. Tényleg? Igen. Amikor egyszer mi beszélgettünk, akkor te azt mondtad kérdésemre, hogy te egy nagyon szemérmes ember vagy. Erre vonatkozik a csigaház. Te milyen helyzetben vagy szemérmes? Vagy hogy kell elképzelni a te szemérmességedet? Ez egy zárkózottság? Igen, nagyon zárkózott vagyok szerintem, és minden létező helyzetben egyébként szemérmes vagyok. Tehát a strandra járás az nekem egy trauma, nyilván megteszem, mert a gyerekek szeretik, és akkor elmegy. Egy trauma, nekem sok a mesztelen test. Én nekem nem tetszik mindenkinek a teste, a sajátom sem mindig tetszik. Ott közel vannak emberek, különösen én balatoni lány vagyok, tehát nekem ez a medencébe beűsz két szőrös test közé, és látod, ahogy mellett ott a víz viszi a mellett szőrét, és érzem, hogy hozzám fog érni. Tehát ezek tudom, hogy nonsense, meg nyilvánvalóan, hogyha nem tudom, nem lenne fürdővíz, akkor megdagonyáznék a bármelyik mellettemről szőrös hasú pók mellett is, de alapvetően nekem ez sok ez az élmény, tehát mit tudom, értetted, nekem ez sok, de hogy mondjam, ilyen értelemben is szemérmes vagyok, tehát én szívesen beszélgetek vagy szinte bármiről, és ha kikapcsoljuk, akkor tényleg bármiről, vagy ezt, akkor tényleg bármiről, de így is óvatosan megyek bele bizonyos témákba. Hány embernek, vagy mekkora az a kör, amelynek valójában megmutatod magad? Tehát hány olyan embert tudnál mondani, aki szerinted nagyjából egészében ismeri a valóságos Kormos Anettet? Nem akarok ilyen rejtésnek tűnni, mert nem vagyok, de szerintem egy se. Egy se? Még szerintem a gyerekeid se? Két lányod van, ugye? Igen. Szerintem azt a részt látják belőlem, ami talán fontos, hogy látható legyen számukra. Ez most tudom, hogy ilyen ködösen hangzik, de tényleg nincs más vágyam, mint hogy azt érezzék, hogy tudom, hogy pátoszosan hangzik, de hogy így bizalommal fordulhatnak felém, és hogy szeretve vannak mindig. És én ezt el is mondtam nekik, hogy bármi történik, ha valakit véletlenül kinyírtak, hogy valami, én segítek elásni a kertbe, de tessék szólni. De mondjuk a szüleid sem biztos, hogy mindent úgy ismernek, vagy látnak téged, amilyen te vagy? Nem hiszem. De ők is nagyon szeretnek, szerintem, vagy nem tudom. Tehát anyukám azt mondta nem régen, hogy nagyon nehéz engem szeretni, de közben nem lehet nem. Ó, de jó mondat ez. Igen, mond ilyeneket néha egyébként, elképesztő olyas. De az, hogy nehéz téged szeretni, az mire vonatkozhat? Tényleg elmegyünk egy ilyen pszichológusi rendelőre, jól megülünk. Nem tudom, én nem érzem ezt, én egyszerű embernek tartom magam, tehát én azt gondolom, viszonylag egyszerűen kifürkészhetőek a, nem tudom, a gondolataim, a vágyaim, szándékaim. De az kiderült már ennyi év tapasztalatából, hogy egy picit másképp reagálok bizonyos helyzetekben, talán, mint az átlag, egy picit másképp viselkedem, mint az átlag. Tehát nekem van barátom, akivel nem beszélek még egy évig. De nem azért, mert haragban vagytok? Egyáltalán nem azért, hanem mert valahogy így adódik. Így adódik. De azért az elgondolkodtat, hogy az anyukája az embernek azt mondja, hogy nehéz téged szeretni, de nem lehet nem szeretni. Igen, és én ezt érzem, hogy nem pontosan tudják, hogy miért vagyok bolond, de ők az így szeretnek, mert végül is a családhoz tartozom, meg egyébként is szeretnek, mert nem vagyok rossz fej, csak nem pontosan értik valószínűleg bizonyos döntéseimet, lépéseimet, de már nem fáradnak ezen. Te is mondd, az neked nagyon fontos, hogy legyen a személyiségednek egy olyan része, amit senkinek nem mutatsz meg, tehát ami csak a tied? Egyáltalán nem. Nagyon felszabadult lennék, ha végre kiboríthatnék ebből a kaszatos fiókból mindent valakire. Nem. De miért nem borítod ki? Figyelj, azt sem tudom, hogy megvan-e még ennek a kulcsa. Őszintén szóval olyan... És az sem biztos, hogy megtudom. Az sem biztos, hogy feltétlenül meg akarom. Jól esik erre gondolni, hogy milyen jó lenne néha ezt így kiborítani, de a fene se tudja. Nem vagyok benne biztos. Amúgy nyilván emögött van egy ilyen...
nem tudom, valamiféle ős védekező mechanizmus, vagy nem tudom, ami miatt az ember ezeket a legféltettebb kincseit így elzárja a világ elől. De mi a kár, hogyha kiborítod? Tehát mi a legrosszabb, ami történhet veled? Most nem akarlak rábeszélni arra, hogy az első szembe jövőre így öntsd rá. Pedig ez lesz, hogy kimegyek úgy, mondom valaki. Én sem biztos, hogy akarom tudni már, hogy mi van abban. Őszintén szóval. Tehát én sem, nem biztos, hogy baj, ha van, szerintem az embernek egy ilyen zúgja, ami időnként csak kinyitott, bedobsz, majd becsukod, és fel se tudja, hogy még miket dobáltál be. Tudom, hogy nem ezt, hanem ásunk le a milyen volt. Én nem akarok leásni. Tudom, de hogy ez a divat, tudod most, hogy fel kell tárni, szerintem előre kell nézni, aztán aminek fel kell tárni, az úgyis feldugja a fejét időben, amit meg nem az jobb is, hogy lent van. Vannak olyan dolgok, amik nem teljesen általánosak, mint én nem ragaszkodom ahhoz, hogyha mondjuk a lányok nem velem vannak, akkor minden a fölhívom őket. Szóval nem hívnak föl, akkor nem hívnak föl, hát majd ha valami fontos, akkor elmondják. Hogy nem is hiányzik, hogyha nem hívnak föl. Nem feltétlenül hiányzik mindig, hogyha nem hívnak föl. Van, amikor hiányzik, mert mit tudom, valami érdekel, akkor rá, de nem mindig. Tehát valamikor egyszerűen átkapcsolok egy másik üzemmódba, dolgozom, ez lefoglal, és akkor nem hiányzik. Jelentkeznek, ha van valami. Jelentkeznek, ha van és valami. És egy hétig nem jelentkeznek? Akkor nem gondolkodnál el, hogy hát az egy dolog, hogy most épp nekem nem hiányoznak, de én miért nem hiányzom nekik? Nem, mert nem hiszek abba, hogy ki lehet ezt erőszakolni, tudod? Tehát, hogy gyerekek, miért nem hiányzom nektek? Most pedig hiányozzak, és hívjatok fel minden kedden 6-kor. Tehát azt gondolom, hogy ez vagy van, vagy nincs, és nem gondolom, hogy azért, mert nem hívnak föl mondjuk, ha úgy adódik mondjuk 2 napig, vagy 3 napig, vagy akár egy hétig. Tehát akkor most helyettem, van olyan időszak, amikor nem velem. Van egy időszak, amikor nem velem élnek. Uh-huh. Én túl tudok lenni azon, hogyha nem hívogatnak minden percben. Na jó, nézzünk egy következő témát. Ez a nyelek egyet, ez csak nekem szól, mint erotikus tartalom. Jó, nem. Nézzük meg. Ez a női stand-up műfajáról, vagy a státuszáról szól. Olvastam egy nyilatkozatodat, miszerint voltál olyan stábülésen, ahol amikor gegeltetek, és rád néztek, te rendszeresen azt figyelted, meg nem tudom szó szerint idézni, de az üzenet ez volt, hogy úgy mindig átnéztek a fejed fölött. Azért, mert te nő vagy. Jól emlékszem erre az idézetre? Hát figyelj, össze-vissza beszélek ám, tehát hogy ezt se vállalom majd, amit itt mondok. Megmutatom a produkciót is, csak nem akarok ilyen értelembe zavarba hozni, hogy ez melyik produkció gyártása során történt. Csak arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy nagyon sokat kellett ilyen értelemben nyelned. Tehát, hogy nőként most visszafogom magam, és nem mondom azt, hogy gyerekek, elmentek ti a fenébe. Nagyon sok helyzetből szerintem, sok helyzetben ez nem előny. A nőnek lenni mondjuk egy ilyen körben, ebben a műfajban, ezen a piacon nem feltétlenül előny, de közben nagyon sok előnye van. Tehát nyilván férfiak úgy élik meg, hogy milyen könnyű nekem, hiszen felmegyek. Most már nyilván nem, de évekkel felmentem, és az elég szokott lenni, hogy a férfiak örüljenek. Nem kell túl sok vicceset mondani, őszintén szóval, mert ők jól elszórakoztak. Én meg úgy éreztem, hogy sokkal nehezebb, hiszen nekem ahhoz, hogy egyáltalán túl legyünk ezen, amíg ők felkiabálják, hogy megbasztanak és melyik irányból, ezt már kivágod, vagy nem tudom, mit szabad és mit nem. De ilyet fel szoktak kiabálni? Nem. Nem. Persze hangulatban vannak, hát ütően boldogok. Arra te mit mondasz? Hát attól függ, hogy mekkora a tömeg. Ha sokan, akkor nincs idő mindenkit lereagálni. Nyilván egyébként tudom kezelni, tehát nagyon eluralkodik a pokol, és már közel vagyunk ahhoz, hogy menekülni kelljen, akkor kiszoktam hívni a renitenseket a színpadra, és akkor van valami feladat nekik, amit csinálni igen. kell, és akkor többiek jól szórakoznak. Már mindent megkaptam, amit szerintem meg lehet. Nagy nyilvánosság előtt, nagy nyilvánosság mögött, tehát rutinom van. És volt, hogy nagyon látszódott, hogy zavarba jöttél? Tehát például el tudsz pirulni? Hát azért le tudom magam úgy alapozni, hogyha tokától bokáig elvörösödök se tűnjön fel senkinek. De elpirulsz néha? Nem. Nem. Korábban se szoktál elpirulni. Tehát egy alkati sajátosság. Igen, nem jellemző. Hogy nem jellemző. Nem jellemző. Viszont elsőbb az érdekelt engem a de női, tudok úgy csinálni. Mintha elpirultál? Mint a zavarba lennék. De az miért jó? Mert azért, tehát különösen ebben a reációban az ember nő és színpadon van, ez is szerintem egy picit nem feltétlen baj, hogy az ember nem tűnik sérthetetlennek. Tehát az esendőség szerintem mindig is cuki, és ráadásul esendő is vagyok, attól, hogy ez nem látszik, az nem jelenti például, hogy nem talál be. De az nem lehet, hogy ez egy páncél.
Láttam, de biztos, hogy egy páncél, biztos, hogy egy páncél is, de anélkül nem lehet szerintem ebben a közegben, vagy én, lehet, hogy van, aki tud, én nem az vagyok, aki egy ilyen nyitott mellkassal, vagy nem tudom, csupasz mellkassal, nem nyitottam, ez egy másik... Még másik státusz. Egy másik státusz. Nem vagyok az, aki így csupasz mellkassal rögtön kirohan, de hogyha azt látom, hogy a közönség is megszabadítja a felső testét, akkor én is. Erre teljesen sajátos kommenteket fogsz kapni, de mindegy. Viszont az érdekelt elsősorban, hogy amikor férfi kollégáiddal voltál egy légtérbe, munka során, most nem a közönségre gondolok elsősorban, sokszor volt olyan, hogy azt érezted, hogy ez méltánytalan rád nézve? Most abból indultunk ki, hogy volt egy megbeszélés, egy stáb értekezlet. És te tudtad azt, hogy ez amiatt van, mert nő vagy. Hogy mondjam, volt egy élcsapat szerintem, aki bevágódott a stand-uposok között, aki a Duma Színház, aki belopta magát a közönség szívébe. Szerintem utána már nagyon nehéz volt ehhez csatlakozni. Én kb. Ennek a végére jöttem, tehát még pont becsúsztam rá, de soha, mivel csaj voltam, így még be tudtam férni. Nem gondolom, hogy... Tehát azt gondolom, hogy a férfiak részéről soha nem volt, vagy a férfi kollégák részéről soha nem volt szándékos... bántás, vagy lekezelés, vagy csak mert nő. Ez nem jellemző szerint, vagy legalábbis ezt nem divat ma már képviselni. Ettől még természetes, hogy ez van. De volt olyan, ami bántott? Tehát hazamentél, és ott szitkozottál? Persze, volt olyan, hogy szitkozottam, de én tényleg ebben nőttem bele. Tehát, hogy akárhol dolgoztam, valójában mindenhol a női kisebbséghez tartoztam, és jó ez így, vagy nem jó, mégiscsak hozzám nőtt az, hogy valójában az első, mindenkivel kapcsolatban vannak előítéletek. Ha nő vagy, akkor azért. Ha nem vagy feltétlenül csúnya nő, akkor azért. Ha csúnya nő vagy, akkor azért. Ha egy ilyen kockázakos, pöttyös inges vagy, akkor azért, de ha egy farmer inges, nem tudom, messzen cipővel, vagy messzen lábbal cipőből, akkor azért. Tehát én ezt hiszem, hogy ezen nem szabad túl sokat rugózni. Tehát nyilvánvalóan megjelentem ezek között a már befutott, nagyszájú, pörgős pasik közé. Nem hiszem, hogy azt gondolták, hogy na, ez most aztán olyan vicces ez, hogy mindannyian sírhatunk. Mert nem ezt, mert miért gondolták volna? Azt gondolták, hogy jött egy fruska, ha szerencsés és ügyes, akkor majd valami lesz belőle. De visszaszóltál ezekben a helyzetekben? Nem hiszek abban, hogy az egyenjogúságot, az egyenlő bánásmódot, de az egyenjogúságot talán ki lehet harcolni, de azt gondolom, hogy bizonyos bánásmódot az csak kiérdemelni lehet, és én nem hiszek a veszekedésekbe, tehát nem fogok vitatkozni egy poénon egy öltözőbe. Ha valaki ellopta, hát vigyázz, az ővé, majd kitalálok másikat. Loptak poént? Volt ilyen? Nem tőlem, de ez mondjuk előfordult, nem is szándékosan, hanem rengeteget időt töltöttünk akkoriban együtt. Igen. Előfordul az embernek, egyszerűen azt se tudja, hogy a tiéd vagy az övé, hallottad és elmondott. Tehát szerintem ez, de nekem tök mindegy, érted, ebben nem tudok vitát csinálni, mert nem érdekel annyira. Nem érdekel annyira? Nem érdekel annyira, hogy összeveszek valakin. Vagy valakivel egy ilyen. De van, meg volt olyan kollégát szerintem, aki ebben nagyon rigorózus és kérlelhetetlen. Hogy a fenében? Hát hatalmas. Tehát azt kell mondom, hogy a kollégák többségéhez képest, de nem én vagyok a nő ebben, vagy nem én voltam a nő ebben a társaságban, hanem inkább a csapatnak a másik fele vagy ott. Már a primadonna, úgy értem. Igen, ebben az értelemben használtam most a nőt, igen. Na nézzünk egy következő témát. Nem túlzottan szomorú minden téma, és nem az jön, hogy ki, hogy az élet szomorú és szar. Nem, szerintem nem. Jó. De mindegyikre az jut eszembe, tehát te válasz mindegyik rettenetes. Hát én nem fogok. Maximum a vég, nem, hát az a lényeg, hogy te válasz. Jó, mi az, amikor jön már? Amikor jön már az... Onnan fakadt ez a kérdés, hogy tudomásom szerint te nagyon jól indultál már a középiskolába újságíróként. Tehát ilyen diák újságíró, én mi voltodban téged díjaztak. És nagyon sok időnek kellett eltelni, de lehet, hogy én ezt csak bebeszélem magamnak, amíg te újságíróként befutottál. Tehát újságíróként azt a szintet befutottad, vagy elérted, ami a te vélelmezett tehetségedből fakadt. Most rólad beszélek, amit te gondoltál. Volt benne ilyen érzés, hogy ezt nem akarom elhinni, hogy engem nem akarnak értékelni. Saját jogon, újságíróként, és ezt hangsúlyoznám. Én nem is tudom, hogy be lehet-e ma futni Magyarországon újságíróként, és hogy én befutottam-e valaha, azt meg pláne kétlem. Most se érzed azt? Tehát azért a VMN-en jegyzett szerző voltál, vagy azért ez... Hogy ennél több mi lehet?
Hát ez a lényeg, hogy látod, hogy pont ez a lényeg, hogy amikor, mit tudom én, voltak ilyen értékések, hogy egy évben mondjuk kinek voltak a legnépszerűbbek az irány, és kiderült, hogy általában mondjuk az enyémeket eléggé szerették, akkor azt éreztem, hogy jó, de hogy érted, hogy ennek ez a teteje, hogy azt tetszik, hogy írsz rendszeresen, és az emberek sokan szeretik, és tudom, hogy ebből meg lehet élni, a posztokból is meg lehet élni, hogy ezeket sokkal lájkolják, de abból én például nem akarok, tehát nekem nem jó eszköz sem a Facebook, sem pedig én értemben a semmilyen módon ez a nem jut eszembe a megfelelő szó, de tök mindegy. A lényeg az, hogy nem akarok reklámozni semmit, nem akarok megjelenni ilyen-olyan formában feltételt. Érted? Amihez mondjuk egy Facebook megjelenés, vagy egy VMN cikk el tudna indítani egy pályán, vagy egyfajta megélhetését tud, vagy válhatna, az nem érdekel. Nem lehet, hogy onnan fúj a szél, hogy egész egyszerűen ez egy alkati sajátosság, de megint ne hagyd, hogy bebeszéljem beléd. Az a típus vagy, aki Isten igazából hosszú ideig nem tudsz a saját sikereid babérjain ülni. Tehát egész egyszerűen van egy átfutásos időszak, amikor igen, megvan, és már eluralkodik rajtad valami elégedetlenség. Ezt a típusú sikert, amiről beszélsz, ez nem rémlik, hogy ez így megéltem volna valamikor, hogy most olyan sikeres vagyok. Nagyon szívesen írnék egy regényt. Nyilván megpróbálok most annyit dolgozni, hogy valami pénzt félre tudjak tenni, hogy amíg írok egyébként közben a gyerekeknek is meg tudjam venni a 10 órait. És te mindig szerintem szép író szerettél volna lenni. Tehát mi akadályoz meg ez idő szerint a te neveddel, íráskészségeddel, követőtáboroddal, puhuároddal, hogy írj egy nagybetűs szép irodalmi könyvet? Egy picit abban írom föl, amit az előbb mondtál, hogy nem feltétlen a szép irodalmi babérokat dédelgettem a kezdetek kezdetén, de nem feltétlenül ez a cél. Nekem tényleg az a cél, hogy eljussak a közönséghez, és őszintén szóval ezeknek az eszközeit szívesen váltogatom, és szeretem. Én szívesen állok közönség előtt, szeretek belenézni a szemekbe, szeretem a közönséget szinte mindig. Inspirál, felvillanyoz, kapok tőlük én is, tehát hogy ez egy jó biznisz. A szép irodalommal egy picit az alakult ki, amivel nem teljesen értek egyet, hogy szép íróna lehet az ember, és úgy is lehet, hogy senki nem olvassa, mert van ez a mentség, hogy a közönség hülye. De nem igaz szerintem. Én hiszek abban, hogy meg kell találni egy alkotónak az utat a közönséghez, és én nem hiszek abban, hogyha nem találod meg, akkor az jó. Lehet jó, tehát félértés ne esik, tehát vannak művek, amik sajnos sose kerülnek közönségére, vannak stand-up-osok, akiket alig hívnak, pedig zseniálisak, tehát hogy van ilyen típusú, elmegy a közönség az alkotó mellett, de nekem fontos például, hogy az eljusson a befogadóhoz. És félsz, hogy esetleg nem jutna el? Egyáltalán nem, csak az más eszközök, tehát most már az, hogy írsz egy jó könyvet, az még nem jelent az, hogy az eljut a befogadóhoz. Egyszerűen mások az eszközei, tehát még ha közben egyébként publikálsz ide-oda, hajtott meg ilyen képernyőn, akkor az emberek megveszik a könyvet. Nem tudnak tartalom szerint válogatni feltétlenül, mert nagyon nagy a piac, tehát most már mindenki írhat könyvet őszintén, szóval engem is felkértek kiadó korábban, csak akkor, tehát hogy mondjam, tehát nekem is be kellett hozni bizonyos anyagi lemaradásokat, hogy én szerintem megfejtettem ezt a problematikát. Na, köszönöm. Szerintem, nem biztos. De nagyon izgatott vagyok. Szerintem te szeretnél egy nagyon jót írni. Vagy az önbizalmad nincs meg ahhoz, hogy írj egy olyat, ami a te értékítéleted szerint nagyon jó. Vagy pedig attól félsz, hogy pusztán a neved fogja majd eladni azt a könyvet, de végső soron mégsem az irodalmi kánon és a minőségérték fogja majd ezt az ítéletet meghozni a te könyved fölött. Nagyon túl gondoltad. Túl gondoltam? Túl gondoltad. Sokkal primitíve vagyok ennél. Egyrészt teljesen megvan az önbizalmam, azt hiszem, tehát hogy azt gondolom, hogy tudnék írni olyat, ami talán olvasásra érdemes. Az lehet, hogy olvasásra érdemes. Te olyat akarsz írni, ami a te értékítéleted és nagy igényed szerint igazán jó. Tehát Kormos Anett, ha ír egy szép irodalmi művet, az olyan legyen, hogy te azt mondd, te. És szerintem ez a legfontosabb, hogy nem más te, hogy ez baromi jó. Igen, de rengeteg, tehát ennek van egy előkészületi fázis, tehát nekem rengeteg jegyzetem van, ami, tehát te is tudod, hogy választani kell az embernek legtöbb esetben, az egyik a részfenntartás, a másik pedig az alkotói attitűd vagy vágy. Ez a kettő, szintén szóval az elmúlt időszakban ám köszönöm viszonyban se tudtak kerülni, mert annyira tekertem azért, hogy mondjuk anyagilag egyről a kettőre, vagy nem is csak nullára az egyre jussak. És ez foglalt, tehát ez foglalta, vagy ez foglalkozott elsősorban. És nem ez lehet a spleenednek elsősorban az oka?
hogy valami olyat csináltál az elmúlt években, ami nem feltétlenül a szíved alapján lett diktálva, hogy ilyen csúnya magyarsággal éljek. De ezt a luxus kevesen engedhetjük meg magunknak. Tudod, tehát amikor azt, hogy abból élj, amit szeretsz csinálni, ezt kevesen engedhetjük meg magunknak. Én alapvetően még mindig annak egy ilyen alkalmazott művészeti alfajából élek, amit szeretek csinálni, mert tulajdonképpen írásból élek így is nagyrészt. Csak megtanultam ennek a szakmának, ha lehet így mondani, a nagyjából azt hiszem a csínyet, bínyet, hogy mit, hogyan lehet megírni egy napi sorozatot, és hogyan lehet egy csapatot ezzel elrendelni, és ezt hogyan lehet mozgatni, és ezt kb. Tudom. Mondjuk el, esetleg van olyan hallgató, hogy például a mintaapákat írod ez időszerűen. Például a mintaapákat. De a mi kis falunkat is írtad, ugye? És a Bödöréket is írtad. Arról nem beszélünk. Arról nem beszélünk? Az egyik téma az lett volna a Bödörék, de ez csak úgy zárójelesen mondom. Hát, ha akarod, szóba hozhatjuk egyébként, csak akkor olyan szomorú leszek, hogy együtt fogunk sírni. Szóval, szíved szerint te szép irodalmi könyveket írtál volna az elmúlt időszakban, ez a része az életedben még... Nem, én filmet írtam volna, filmet és írtam is filmet, és azt gondoltam, hogy akár még lehet, tehát még akár jó is lehetne, de hát másképp működik a film. Hát sokat írtál úgy, hogy nem lett bemutatva, ugye? Legalább ötöt. Nem írtam ötöt, de írtam többet, ami nem lett bemutatva, és tudod, ezek évek munkáját, tudod, amikor 2-3 évet erre elpazarolsz, és karácsonykor nem mész a szülőthez, mert otthon gépelsz, és nem a gyerekeket, mindenkit eltolsz magadtól, és akkor aztán azután, hogy lehúzódik a vécén, és ezt végig kell nézni egyszer, kétszer, háromszor, akkor kezdve azt gondolni, hogy talán máshol kell próbálkozni. Most pont, hogy néztem a Tildával való beszélgetést, nagyjából szerintem hasonló lelkiállapotban lehetünk. Nem kritizálva semmit, vagy semmiképpen se szándékosan, csak azt gondolom, hogy valami más utakon kell az embernek megtalálni a boldogulást. Uh-huh. De nem tettél le róla? Nem tettem le róla, csak keresem az útját, hogy hogy lehet jót csinálni úgy, hogy tényleg ne tapadjon annyi minden a végtermékre, amikor kikerül aztán a piacra, hogy aztán fel se ismerd. És a szép irodalmi kezdeményezéseid miről szóltak? Tehát milyen könyvet írnál te kedved szerint? Szerelmes történetet, a lét elviselhetetlen könnyűségéről, valami nagy filozófiai művet? Nyilván nem, én csak a közönséghez szólnék. Tehát olyat akarok írni, ami szerintem mindannyiunk, most nem akarok konkrétumokat, mert teljesen más műfaj, vagy műfajilag is egy picit másban gondolkodom, mint ami... De regény? Regény, de... És nem... fikció? Nem biztos, akkor ezek szerint. Nézd, még meglátom. Mennyi van kész? Semmennyi nincs kész. Mondom, van kb. Egy 70 oldalnyi jegyzetem, az kéne, hogy most ezeket szépen kinyomtattam, szétszórom, tematizálom. Ha végeztem a napi robottal, akkor szerintem elkezdem ezt. És megígéred? Neked? Igen. Senkinek nem ígérek semmit, nem tudok betartani semmit, ne hülyéskedj. És akkor magadnak ígéred meg, hogy megírod a regélet. Magamnak se ígérek semmit, olyan csaló vagyok, tudom. A határidőkkel? Nem, be tudom tartani a határidőt, csak kell valaki, aki ül a másik végén és üti az asztalt meg. Hát majd most a kommentelők számon fogják kérni. Gondolatod, hogy izgulnak. Vajon írek orvosan ezt? Izzad a tenyerük. Szerintem sokan vannak ilyenek. Na menjünk tovább, nézzünk egy másik témát. Megpróbáltam? Hogy ez meg volt? Nem. A megpróbáltam az olyan televíziós kalandokra vonatkozik, ami szerintem, de aztán lehet, hogy csak a külső szem számára tűnt így, nem volt feltétlen egy fáklyás menet. Az egyik például, azt hiszem kétszer voltál a Heti Hetesben, ugye? Voltál a Kukori című műsorban egyszer, az egy rádiós műsor volt, és kipróbáltak, mint rádiós műsorvezetőt tulajdonképpen. Jaj, Istenem, tényleg volt az is. Tényleg, ne haragudj, elfejtettem. És egyszer te, emlékeim szerint Bakács Tiborral, konferenciéként is színpadra álltál. Ezeknek az én látószögem szerint olyan nagy folytatásuk nem lett. Egyetlen ez a megállapítás, ez jó? Hogy teljesen jó. És szerinted mi volt azok? Vagy mi hiányzott? Vagy ezek hol csúsztak félre? Mikor és miként nem működtél te ezekben? Ha csak ugyanez volt a baj. Elmondod még egyszer, mik voltak? Volt Heti Hetes, igen. Kukori, és a talán Mikroszkóp színpadon volt egy... Igen. Hát figyelj, a rádiós műsorok az őszintén szóval... Kezdjük onnan, hogy szerintem az egész ahhoz a csomaghoz tartozik, amikor én képernyőre kerültem először, és különböző ajánlatokkal megkerestek, és én meg összesen nem tudtam ezekkel mit kell kezdeni, hogy melyik mire szól. Nekem akkor nagyon kellett a pénz, akkor született a két gyerekünk, tehát őszintén szóval éppen számogattuk a pelenkákat, szinte bármit is elvállaltam volna. És ezek
ezek közül volt, ami viccesnek tűnt, volt, ami jópofának volt, mert azt mondtam, meg lehet próbálni. Ez a rádiós műsorvezetés, ez tényleg teljesen kiesett már a fejemből, őszintén szólva. Ott nagyon hamar kiderült, hogy olyan hölgyet keresnek, szerintem ma is ez a rádiózás egyik alapja, aki vihog. Uh-huh. Hangosan vihog. Hamar kiderült, hogy ez nem én leszek. És ugye a Heti Hetesben is volt egyfajta casting, emlékeim szerint, ott Hernádi Judit kiesése után szórakoztató nőt elég nagy lendülettel igyekeztek találni. Áber Anita maradt aztán fenn ezen a poszton. Ott te kétszer voltál, emlékeim szerint. Te figyelj, én őszintén nem emlékszem, hogy hányszor voltam, csak is kizak arra tudtam koncentrálni, hogy mennyi lesz a gázsia a végén. Ezt most komolyan mondod? Komolyan. Nem volt benned egy olyan érzés, hogy egy jól futó, akkor nagyon menő műsorban, amit akkor sokan már néztek... nem volt annyira menő, és nem volt annyira nagyon jól futó. De persze volt egy, tehát az egy hizelgő felkérés volt, és azt gondoltam, hogy még talán meg is állhatnám a helyem, de még az sem biztos, hogy nem sikerült volna, de valószínűleg nem volt részemről elég nagy a vágy, hogy beilleszkedjek, és valószínűleg a csapat részéről sem volt elég nagy a vágy, hogy engem beszippancsanak. De jól fogadtak? Kedvesen fogadtak? Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem ilyen normális támogató társaság volt nagy része. Nyilván furcsán néztek, hogy ez mit keres itt az a picsa, de egyébként... Miért néztek volna így? Mert én is furcsán néznék valószínűleg. Tehát nézd meg ezt a kört, és akkor besétel egy ilyen, mint én. Hát szerintem nem kérhetem ki magamnak a furcsán tekinteteket ezekben a helyzetekben. De mondjuk mennyiben voltál te különböző, mint mondjuk Hajós, amikor besétált a Heti Hetesbe? Hát remélem, hogy sok szempontból is eltértem. Hát sok szempontból. Hát fiatalabb voltam, csaj voltam. Alacsonyabb vagyok sokkal, mint a Hajós. Valószínűleg kevesebb kiló is, tehát... A konferencié lét az neked nem volt kedvedre való, vagy ott nem működött a páros Bakács Tiborra? Én nagyon szerettem Bakács Tibor, szerintem nagyon jobban voltunk, vagy én azt gondolom, hogy, vagy én úgy éltem meg, hogy mi ott jóban vagyunk. Az egy hibás döntés volt, egy hibás. Részedről, vagy a koncepció alapján? Nem bántam meg, mert fiatal voltam, kellett a pénz, és tök jó, kaland volt, hanem szerintem sok-sok szempontból volt hibás az elképzelés, amiben mi akkor ott részt vettünk, és asszisztáltunk hozzá. Mi se tudtuk talán, mi akkor, hogy hibás, de azért hamar kiderült, hogy nem lesz jó. Uh-huh. Menet közben is érzed ilyenkor. Hogy ne, lehet az első adás után lehetett tudni, hogy ez nem lesz jó. Ilyenkor te szólsz? Dehogy szóltam, arra koncentráltam, hogy még ideig tartson, hogy fel tudjam venni a gázsit, hogy meg itt tartunk, és mindig csak előtörük, de tényleg arra koncentráltam, hogy ez még menjen ideig. Az én témám, ha már választhatok én egyet, az az előkép lenne, ugyanis te azt mondtad egy nyilvános beszélgetésben, emlékeim szerint ott láttam, hogy a te anyukád az valami rendíthetetlen hűséggel ragaszkodik a te apukádhoz, és a anyukád élete értelme tulajdonképpen az apukád. Azt hiszem, hogy jól idézlek. De a üzenet ez volt, ugye? Tehát csak oda akarok kiukadni, hogy te egy olyan családban nőttél fel, és mondtál is erre nézést egy mondatot, hogy hol Tom Iglan? Tehát jóban, rosszban, nagy szerelem és kitartás egy életen át? Olyanban. És azt hogy csinálják? Nem tudom. Tényleg nem tudod? Nem tudom. Mert sok olyat láttunk, ahol ez megbicsaklik. Különösképpen hosszú-hosszú hát sok olyat, mint ahogy nálam is megbicsaklott, tehát nem ez a példa van előttem. Nem tudom, hogy csinálják. Egyszerűen őszintén szólva, ők azért elég sokat veszekedtek, amikor én gyerek voltam, és én nem szerettem, amikor veszekednek, nem szerettem hallani a konfliktusokat, mert és azért tudtak, hogy azért van egy ilyen olaszos vérmérséklet, tehát azért ment a tányér sapkodás, amit akarsz időnként, de nem... Káromkodtak is időnként, innen jöhet akkor. Anyukám nem, de apukám azért, igen. Azért meg tudta cifrezni, ha kellett. Szerintem ez valahogy... Mégis mindig lehetett tudni, és sok mindent megéltek együtt, meg sok mindent megéltünk együtt, hogy lehetett tudni, hogy ez valahogy egy szövetség kettő. Tehát volt, hogy volt vita, és én ezt megkérdeztem apámat, hogy miért nem váltok el, hogyha... És apám majd rám nézett, nem is sokat válaszolt, csak én, hogy ez nem tartozik rád, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. Nem is biztos, hogy ezt mondtam, de hogy nem ebből volt a keménység, hanem hogy rám nézett, tudod. Abba egyértelmű volt, hogy többet nem szabad kérdezni. Igen, de ez abból fakad, hogy az ő neveltetésük szociális... Nem. Nem? Nem. Egyszerűen nem tudom megmondani. Valószínűleg vannak emberek, akiket összesorsolt a Jóisten, és tűzön vízen át, vagy egyszerűen egy szövetséget alkottak mindig, és ez nem volt benne az a variáció, hogy ez fölrúgható. Szerinted ez a működési modell az üdvös? Nevezetesen, hogy az ember egyszer döntött, akkor bajok dacára ezzel a
társal megy végig az életen, vagy ha indokolt, akkor váltott csónakváltásokkal megy át az élet óceánja, hogy én nagyon szépen fejezzem ki magam. Nagyon szépen fejezett ki, mert igazán büszke vagyok rád. Őszintén szóval nem tudom erre a kérdésre a választ. Én azt hiszem, hogy amit talán fontosak a hagyományok, fontos a család. Nem szabad úgy csinálni, mintha nem lenne vallás. Tehát én hiszek ezekben a klasszikus értékekben, és azt gondolom, hogy ezeknek fontos szerepük van abban, hogy az emberek legyen mihez nyúlni, és legyen egyfajta kapaszkodója az életben. Ti is templomba házasodtatok, ugye? Igen. De közben azt gondolom, hogy az embernek a saját boldogságért kell elsősorban felelni, és tudom, hogy hatalmas nagy közhelynek tűnik ez is, vagy hangzik ez is, de mégiscsak azt hiszem, hogy pláne, hogyha gyerekei vannak, akkor nem az a jó példamutatás szerintem. Most azt gondolom, hogy tűzön, vízön, együtt maradunk anyáddal, apáddal, hanem, hogy ha valami nem sikerül, az be lehet látni, azot ki lehet javítani, és nem kell megrohadni feltétlenül egy olyan családban, vagy egy olyan rendszerben, ami nem működik. És ez nem azt jelenti, hogy két hét után házasodni kell, és két hét után válni, hanem azt gondolom, hogy ha valami nem megy, abba ugyanúgy bele lehet állni, mint abba, hogy mindig örökké boldog voltunk, és sose vitatkoztunk egyszer. És konkrétumon nem megyünk bele, de ugye volt egy fél mondat, hogy ahogy neked például ilyen értelemben ez a fajta modell nem sikerült, aki egy ilyen példát lát maga előtt, annak az egy nagy törés, amikor hirtelen meghoz egy ilyen, hogy meghoznak ketten egy ilyen döntést, hogy a rohadt életben nekem ez nem fog sikerülni, mint a szüleimnek. Nagyon nagy törés. Nagyon nagy törés szerintem. Igen. Csalódás szerintem az emberek saját magába, hogy nekem legalább saját magamba volt egy csalódás, mert nem tudom ezt a férjemre fogni, hogy de rohadék, és ezért tönkrement házasságunk, hanem egész egyszerűen én voltam az, aki ennek véget vetett, és csalódás, hogy nem sikerült nekem összetartani ezt a dolgot. Pedig alapvetően minden adott volt, de most ebbe tényleg nem menjünk bele hosszan, csak ez a tulajdonképpen minden adott volt, és nekem mégsem sikerült, de hát valószínűleg lesznek más kudarcaim, és még majd feldolgozás várni. Te könnyen gyógyulsz? Tehát egy ilyet például megszenvedsz, aztán megrázod magad, és előre? Nem. Kötél nélkül? Nem. Nem? Mindig előre, mert nincs más, nekem nincs más út, tehát húznom kell magammal egy rendszert, ez van, de nem, én nagyon, nagyon meg tudok törni ezektől, csak ezt nem feltétlenül kommunikálom. És akkor milyen vagy? Nem ismernénk rád, amikor te megtörsz? De nem, ez szerintem nem látszik. Nem látszik? Szerintem nem. Szerintem nem. De ez erőkifejtéssel jár részedről, tehát hogy a környezet semmit ne vegyen észre, hogy egész egyszerűen te ilyen alkat vagy, belül dúlnak a viharok, de tudsz egy mindig profi utazósebességet hozni. Számomra ezekben a helyzetekben megosztani a gyengeséget lenne nehéz. Az miért baj? Mert nem tudom, szerintem ez egy ilyen technika, amit az ember fölvesz, vagy nem tudom, tehát egyszerűen érték a családot korábban is olyan típusú csapások, vagy traumák, vagy nem tudom, mint mindenkinek a családjában vannak ilyenek, a miénkben is voltak, amikből az volt a megoldás, vagy számomra az volt a kiút, hogy úgy csináltam, mintha nem lenne. Vagy nem is tudom, vagy legalábbis nem kommunikáltam ezt kifelé, mert nem akartam beszélgetni erről a többiekkel, és nekem könnyebb úgy egy picit, hogy nem mindenhonnan az jön vissza, hogy mi a, nem tudom, hogy érted, hogy elmondod, hogy mondjuk történt veled egy probléma, mindenhonnan az jön a szomszédtól, az anyától, az apától, mindenhonnan azzal a problémával azt a tükröt tartják elé, de amiben benne van ez a probléma, és akkor, amikor az embert nyomasztja valami, nekem egyszerűen többet segít az, hogyha nem találkozok ezekkel a tükrökkel, hanem túl tudok élni valahogy anélkül, hogy folyamatosan erről kelljen beszélnem, hogy engem milyen probléma ért. Érted? De szerintem ez egy taktika, talán egy technika, egy túlélési technika. Tehát ilyen értelemben ugyanebben az interjúban, vagy ugyanebben az előadásban te azt mondod, hogy nem is hiszel a házasság intézményébe. Te ilyen értelemben nem hiszel? Ezt mondtam valahol? Tényleg? Mondok néha baromságokat egyébként. De... És van, aki ezt kiedzetteli. Hát ez meg a másik. Milyen emberek vannak? Nem igaz, hogy nem hiszek a házasság intézményébe. Nem tudom, hogy milyen megfelelő együttélési forma, hogy muszáj feltétlen, hogy csak az elképzelhető-e, hogy az ember együtt él valakivel és megtalálja a társát. Nem akarom megújítani ezt a rendszert, vagy megreformálni. Nem biztos, hogy nekem például feltétlenül együtt kell élnem egy társal. Már ezt úgy érted, hogy egyedül is tudsz boldogulni az életbe, vagy ennyire szoros szövetségben nem látod feltétlen az üdvösséget?
De biztos, hogy vannak ilyen, mint mondtam, láttam a bizonyítéket, hogy vannak ilyen szövetségek, de nekem például nem való, nem kompatibilis velem ez a típusú szoros szövetség. Ez a típusú szoros, így van, tehát egyszerűen nem tudom annyira elengedni magam, hogy ez a típusú függési viszony, az oda-vissza függünk, a másik, az ki tudjon alakulni. Tehát te egy ilyen lazább életformában vagy, kölcsönhatásban vagy érdekelt. Nagyon szépen fogalmaztál úgy fent. Mit kívánok neked? Mikor lesz, mondjuk, ha egy év múlva beszélünk, neked mikor lesz? Ugyanilyen körülmények között, ha megkérdezném tőled egy interjúban, hogy most hogy vagy, Anett, tehát mit kívánok neked? Mi siker? Szép irodalmi film, vagy mi magánéleti, mit kívánok? Aztán annyit mondasz el, ami ránk tartozik, de hogy mikor lesz neked jó? Figyelj, azért rossz az ilyenekkel, mint én, mert soha szerintem, tehát akármikor beszélgetni, mindig azt hallom tőlem, hogy nem lett jó. Csinálni kell valamit, ami jó lesz. Tehát valószínűleg ez hajt előre. Ha szerintem már nem ezt hallott, hanem azt hallott tőlem, hogy ez jól sikerült, akkor aztán utána egy-két napon belül elpatkolok. Tehát, hogy szerintem... Tehát szerintem ez hajt előre, hogy szeretnék valamit, ami jobb, mint az előző, és talán egyszer csak elérünk oda, hogy olyan jó, hogy nekem is jó. Hát akkor ezt kívánom, meg az, hogy tudj neki örülni hosszú távon. És te is azt mond magadnak, hogy ez jó volt. Köszönöm szépen. Én köszönöm.